Az október 2-ai népszavazás nemzeti ügy stratégiai jelentőségi döntésről van szó. Jelentette ki Simicskó István honvédelmi miniszter szeptember 13-án Turán a kvóta referendum ügyében megrendezett lakossági fórumon. Szerintem egy nagyon jó ügyet szolgálunk. Ez a nemzeti megmaradásunk, a magyar államiságunk, a jövőnk, a gyermekeink jövője, unokáink létezése a tét. Ez egy fontos nemzeti ügy. Nem győzzük hangsúlyozni, nem pártpolitikai viták terepévé kell tenni ezt a kérdéskört. Ez a jövőnkről szól, ezért én azt remélem és abban bízom, hogy minden magyar ember elmegy és szavaz. És természetesen nemmel szavaz a kötelező betelepítési kvótára, hiszen ez Magyarország hosszú távú jövőjét jelentős mértékben befolyásolja, a mi kultúránkat, a mi hagyományainkat, értékrendünket alapvetően átírhatja, hiszen ez a kötelező betelepítési kvóta, amit a brüsszeli bürokraták döntöttek el a fejünk fölött, ez egyrészt azt a hitünket sérti és meggyőződésünket, amely arról szól, hogy igenis a nemzetállamok hozták létre az Európai Uniót, és igenis a nemzeteket, akik benne élnek az Unióban, egy ilyen stratégiai fontosságú kérdésben, hogy kikkel akarunk együtt élni, meg kell kérdezni az embereket, meg kell kérdezni, és minél több helyen szerintem érdemes népszavazást is tartani erről, hiszen a bizottság tagjainak az álláspontját csak a nép szavával, a nép erejével, hitelességével lehet megakadályozni. Tehát ezért nagyon nagy a tétje ennek a választásnak. Ezért ezúton is arra kérek mindenkit, hogy itt Turán, Aszódon és mindenhol menjenek el az emberek, akik nem szeretnék azt, hogy a fejünk fölött döntsenek Brüsszelben, és megmondják, hogy kikkel éljünk együtt. Más civilizációból jött, más vallású emberek, minden tiszteletem, minden civilizációnak, minden vallásnak, minden nemzetnek, de mi azt szeretnénk, hogy nekünk is adják meg a tiszteletet, hiszen itt ez a mi szülőföldünk, itt születtünk, szeretnénk, hogyha a gyermekeink is itt élhetnének, meg az unokáink is, és hosszú távon tervezhetnének. Egyáltalán szeretnénk élni és boldogulni, ez a tétje ennek a választásnak, és mondom, nem pártpolitikai kérdés, hanem egy nemzeti ügy. A Védjük meg Magyarországot című lakossági fórumon a honvédelmi tárca vezetője mellett részt vett Cerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Többek között azért jöttünk el erre az országjárásra a Simicskó miniszter úrral, hogy az ittenieknek, a környékbelieknek elmondjuk azt, hogy itt nem pártpolitikai kérdésről van szó, hanem a hazánkról, a hazánk jövőjéről, és nem szabad kockáztatnunk, nem szabad kockáztatni azokat az eredményeket, amiket elértünk közösen, úgy a gazdaságba, mint egyéb területen, a határon túli nemzet összefogásba, kettős állampolgárság intézményének a bevezetésével. Tehát egy óriási horderejű dologról van szó. Én nagyon sok falunapra, városnapra járok, itt a választókerületben is, és az ország egyéb részein is, és tudom, hogy itt Turán is nagyon fontos a hagyományok őrzése, a hagyományok, a népviselet, a népdaloknak a ápolása, megőrzése, és mindenhol azt mondom, hogy higgyék el, hogy ezt rajtunk kívül sehol senki más nem fogja megőrizni. A turaiak az ő értékeiket, a galgamentiek, a tápjómentiek a saját értékeit meg kell, hogy tudják őrizni, és azt tovább kell adni az utódoknak. Itt most ez a történet éppen arról szól, hogy megérjük-e azt, hogy úgy alakulnak a dolgok, és sajnos vannak negatív tendenciák, hogy előbb-utóbb, ez csak matematika kérdés, hogyha megnézzük az illegális bevándorlók számát, illetve azoknak a népszaporulatát, tehát a demográfiai folyamatokat, hogy mikor kerülünk kisebbségbe a saját hazánkban. Tehát ez ellen tennünk kell, és Magyarország azon országok közé tartozik, akiknek erre még van esélye. Ezt már nem minden európai állam tudja elmondani magáról, mert van, ahol már a folyamatok szinte visszafordíthatatlanok, nekünk még erre van esélyünk, ehhez az kell, hogy október 2-án a népszavazáskor minél nagyobb részvétel legyen, és mondjunk nemet Brüsszelnek a migrációs politikájára, mert ez gyakorlatilag a hazánk érdekeivel, a nemzetünk érdekeivel teljesen ellentétes. A fórum házigazdája Szendrei Ferenc Turaváros polgármestere volt. Én a magam, Szendrei Ferenc nevében csak arról tudok beszélni, hogy a buta emberrel lehet még egyszer azt megcsinálni, amiből már egyszer kellemetlensége volt. A középkortól kezdve mindenkit befogadtunk. 1920-ban Európa szépen meg is hálálta. A rácokat befogadtuk, mikor a török sanyargatta őket, elvették a délvidéket, Erdéllyel folytathatnám. Amikor itt most hallgattam polgármester urat és államtitkár urat, akkor nekem is eszembe jutott egy
iszlám vezetőnek a célkitűzése. Ez a muzulmán testvériségnek az atya, egy egyiptomi órásmester, Hassan al-Banna úgy fogalmazott, hogy a világot két részre kell osztani. Az egyik része a békeföldje, a másik része a háború földje. A békeföldje, ahol muzulmánok élnek. A háború földje, ahol más vallásúak és a hitetlenek élnek. És erre a földre dzsihadistákat kell küldeni. Azért, hogy megnyerjék a szent háborút. Az egész világon, a világrend, ha tetszik, akkor muzulmán világrend legyen. És ezt nem szabad lebecsülni, mert láthatjuk, hogy milyen jelentős mértékben növekszik a muzulmán vallás területe, a legdinamikusabban növekvő, és egyébként folyamatos offenzívában van, és népességben is jelentősen növekszik. Ezzel szemben Európa hitében töredezett, nevezzük így finoman. Az európai populáció mindössze 9%-a vallja magát hívőnek, keresztény embernek, ez azért, és vallásgyakorlónak, ez az elég csekély, ahhoz képest, ami az iszlám világa, ahol, és akik érkeznek ide hozzánk, nem tudom, pontos adatokkal nem rendelkezem, de könnyen lehet, hogy 99%-a erős hitű az iszlámban hívő ember. Most mielőtt egyfajta vallási küzdelemmé degradálnánk ezt az egészet, ami előttünk áll, természetesen szeretném leszögezni, hogy minden vallást és minden civilizációt, mint hogy minden nemzetet, minden kultúrát én magam is tisztelek, azt hiszem így vagyunk ezzel mindannyian. Hiszen mi megtanultuk a saját bőrünkön, a saját kárunkon, a saját történelmünkből, mit jelent, hogyha vallási megosztottság lesz urá Európán is rajtunk, mit jelent, hogyha szomszédos népekkel kezdünk el hadakozni, és hogyha nem tudunk egyfajta történelmi megbékélés jegyében élni. És az a befogadás, amit a történelem folyamán megtapasztaltunk, azokkal mind-mind erősödött egyébként Magyarország, de az azonos vallás, még hogyha a vérség más is volt, a különböző környező népekre gondolok itt elsőben, szlávokra, svábokra, németekre, másokra, ez mind-mind azonos keresztény kultúrkörből érkező népcsoport volt. És erősen gazdagították a magyar kultúrát, és ebben kialakult egy erős nemzeti identitás, amelyben sokszor próbára voltunk téve. Hadd ne soroljam most a 48-as tábornokokat is, hogy hány idézőben árpádházi leszármazott volt köztük is, hány, aki magyarrá vált közben. Vagy az első világháborút is, és a második világháborút is. Tehát mi magyar emberekké váltunk, magyar emberek lettünk, és nem azt nézzük, ami megkülönböztet minket, hanem az, ami összeköt, és hogyan tudjuk gyermekeinknek ezt a hagyományokon épülő nemzettudatot föntartani, hogyan tudjuk átadni unokáinknak a jövőt biztosító feltételeket, egy erős magyar államot. Mert azt is megtanultuk, hogy ahol meghúzták a határokat, ott milyen mértékben és milyen módon változtak meg az etnikai arányok. Mondjuk Kolozsvár lakosságát, ha megnézzük, 1910-es népszavazás vagy népszámlálás adatai alapján 16%-ban volt román. Most ez a szám fordítottja. Tehát most 16% a magyar, és a többségi jelentős mértékben nyilván a román szomszédaink által lakott várossá vált. Hadd ne soroljak most még városokat. De egy biztos, hogy nekünk ezt mind félre kell tennünk, ma össze kell fogni Európának, ma össze kell fogni azoknak az embereknek, akik ebben a kultúrkörben, ebben a civilizációban nevelkedtek, nőttek föl. Mert komoly veszélybe kerülünk. Komoly veszélybe kerülünk, mert az iszlám világa az alapvetően ma, amit látunk, az iszlám állam terroristáinak a cselekményeit, azt, amit érzékelhetünk, a vallási és értékrendbeli gondolkodásmódbeli különbözőséget, ez, hogyha civilizációkkal összekeverjük, tehát a különböző civilizációkat összekeverjük, annak beláthatatlan biztonsági következmény lesznek, és kulturális következmény is lesznek. És akkor engedjék meg nekem a történeti kitekintést csak röviden, mert most nem olyan régen járhattam, és a mohácsi csata vesztésünk okán, ugye, 1526. augusztus 29-én történt mindez, 490 évvel ezelőtt, és Szigetváron is járattam most a napokban, az Zrínyi kirohanására emlékezve, aminek a 450. évfordulóját tarthattuk meg, és emlékezhettünk horvát és török barátainkkal, köztársaság elnök is ilyen járt. És a történelmi emlékeimből nekem előtűnik az a igaz tanítás az én történelem tanáromtól, hogy a történelmet mindig folyamatként kell értelmezni. Nem lehet, persze ki lehet ragadni egy csatát, de egy csatának is mindig volt előzménye, és mindig volt következménye. És akár így, akár úgy végződött. Európa akkor is, és érdemes ezt a párhuzamot talán látnunk, Európa akkor is megosztott volt. Még 500 évvel ezelőtt, 450-500 évvel ezelőtt is
az európai uralkodók egymással viaskodtak. 5. Károly német-római császár Habsburg uralkodó, Habsburg házi uralkodó, első Ferenc francia királya vívott 1525-ben Olaszországban, Észak-Itáliában, jobban mondva, Észak-Itáliában csatát. A páviai csata. Elvesztette. Mármint, hogy a franciák. Fogságba esett. A francia király meghívó levelet küldött Szulejmánnak. Gyertek be, mert Európa háborúzik, és szabadítsatok ki engem. És foglaljátok el Bécset, mert a Habsburgra így lehet csapást mérni. És Szulejmán nem Mohácsra jött, és nem is Budát akart elfoglalni, hanem Bécset akart elfoglalni. Csak mi elébe mentünk. Kikaptunk, de kiálltunk. Bátran kiálltunk. Második Lajos életét adta ezért, és sokan mások. Így úgy a magyar megosztottságot is most ide vehetjük, de mindegy, de csak oda ment a magyar király, és életét adta ezért. Európa külső határánál adta az életét azért, hogy Európát védelmezze, az európai kereszténységet védelmezze. És Szigetváron is hasonló zajlott le, és nem beszélve arról, hogy vallási értelemben is megosztott volt akkoriban Európa, hiszen 1517-ben indult el a reformáció. Luther Márton akkor fejezte ki római katolikus papként a nem tetszését a római egyház akkori politikájával szemben, a búcsúcédulák pénzzel való megválthatóságával, vagy hát a bűnök pénzzel való megválthatósága a búcsúcédulák forgalmája, mondta, a fuggerek forgalmaztak ráadásul. Tehát vallási talapzat rendült meg, belső megosztottság, és mindenki, aki tehetett volna, el volt foglalva mással. Nem az európai határokat védelmezték, nem a keresztény Európát védelmezték, hanem egymás ellen emésztették fel az erőket, és a világ akkori legerősebb hadserege, nem azt mondom, hogy könnyedén, de gyakorlatilag Bécs alá vonult. Tehát vannak ilyen típusú párhuzamok, amelyek talán, ha azt mondjuk, hogy az élet tanítómestere a történelem, akkor nem járunk messze a valóságtól, hogy a történelemből okulnunk kell. Voltak már ilyen, hát hogy mondjam, az iszlám hitet kiterjesztő törekvések Európára, és egyetlen egy földrész vagyunk, egyetlen egy kontinens vagyunk, az Európa, ami a létét a kereszténységnek köszönheti. Mi magyarok is a kereszténység fölvételével Szent István király alapozta meg az országunkat, és ez így úgy amúgy kisebb-nagyobb megszállásokkal, de mégiscsak túlélést adott nekünk, és esélyt adott nekünk, mert mindig hitet tudtunk meríteni ebből. És ha ez elvész, hogyha ez leép, és is tudatos folyamat, és látszik, hogy hogyan építik le a vallási talapzatát Európának. Hát az európai alkotmányban a kereszténységről szó sincs. Pedig ez a földrész ennek köszönheti a létét. De azt látjuk, hogy a Németországban a kvóta olyan módon működne, hogy minden egyes településre X családot, afgán, szíriait, irakit, bárkit betelepítenek, és együtt kell élni azzal, hogy egyébként egy más civilizációval érkező családok más életmódot, más szokásokat folytató szempontrendszer is érvényesül. Ami persze nagyon komoly biztonsági kockázatokat is jelent. Hiszen azért látjuk, hogy a terrorizmus milyen mértékben erősödött fel Európa szerte, látjuk azt, hogy hogyan nőnek a nők elleni erőszakos cselekmények számai, tehát ez mind elgondolkodható. Nem, tehát nyilván a migránsok áldozatok, de embercsempészek használják ki őket nagy pénzért, és a brüsszeli helytelen politika az, ami idáig vezetett. Tehát nem meghívó leveleket kell küldeni, hanem helyben kell orvosolni a problémákat, és nyilván aki ténylegesen politikai menedékjukot kér, akit ténylegesen üldöznek a hazájában, persze segíteni kell és be kell fogadni, de megfelelő eljárás le kell folytatni ilyen esetben is, mert nem akarunk terroristákat behozni az országba. Nekünk a legfontosabb a magyar emberek biztonsága és békéje. Ez alapfeltétel ahhoz, hogy boldogulhassanak az emberek. Tehát valóban ezt úgy kell elképzelni, hogy adott esetben Túrára vagy máshova is betelepítenek konkrétan más civilizációból érkezett migránsokat, és az ítélésnek az új játékszabályt ki kell alakítani. Hogyha csak azt nézzük, hogy ma Nyugat-Európában már most milyen folyamatok vannak, ugye láthatunk különböző trendeket, láthatjuk azt, hogy mondjuk Amszterdamban ezelőtt mondjuk 30 évvel még töredéke volt a bevándorlóknak, ma már 51%-ban bevándorlók alkotják, nem hollandok alkotják Amszterdam város lakosságát. Ugyanez vonatkozik már megközelítőleg Brüsszelre, Párizsra, Bécs lakosságának is már 38% a bevándorló. Tehát van egy ilyen trend, van egy ilyen folyamat, ami alapvetően írhatja át egyébként Európa történelmét, kultúráját és ezt a civilizációt. Tehát a megmaradás a tét, és ez nem kis tét. Megtenni is igyekszünk, ez egy higgyék el, ez egy nagyon...